Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Lólépésben sakkmagazinban vagyunk. Ingunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunkban beszámoltunk a megyei csapatbajnokság és az MB2 küzdelmeiről. Ezek csapatbajnokságok. A megye sakkéletében azonban egyéni versenyek is vannak. A megye sakkélete kiemelt figyelmet fordít az ifjúsági sakknevelésre, a fiatal nemzedékre, és most egy olyan versenyről szeretnénk beszámolni önöknek, ami országos szinten is rendkívül jól jegyzett gyermekverseny. Nyíregyházán a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium évről évre már sok éve rendezi meg a Bethlen kupát, mindig a március 15-i forradalmi ünnepségnek az emlékére is körülbelül azokban a napokban. A verseny folyamatosan növi ki magát, egyre-egyre nagyobbra. Az idei versenyen 252 fiatal sakkozó indult a különböző korcsoportokban, ami azt hiszem, hogy megyei rekord is, és a Bethlen kupa életében is rekord. A verseny országos vonatkozású, az ország minden tájékáról érkeztek különböző sakkozók, mind versenyszerű sakkozók, mind szabadidős sakkozók. Természetesen nem versenysakkozók is előfordultak szép számmal, hiszen a legkisebb korcsoport az óvodások voltak, és különböző korcsoportokba mentünk fel egészen a 20 éven aluli fiatal titánokig. Ez a verseny egy rapid verseny volt, amely külön díjazta, bár egy csoportban versenyeztette adott korcsoporton belül a fiúkat és a lányokat. Én magam az egész versenynek csupán egy részét láttam, mivel hogy az egyik korcsoportban bíráskodtam, a verseny főbírája volt Péter nagymester, aki összességében tud tudósítani a versenyről, minden korcsoportról és arról, hogy milyen szakmai hozadéka is volt ennek a igen nagy kitekintésű gyermekversenynek. Hát először is nagy tisztelet, hogy ekkora versenyt össze tudtak hozni ugye a Bethlen iskolában, tehát ugye ez egy sorozatnak a része már, és ha minden igaz, 30-40 fővel kezdődött ez az egész versenysorozat annó még, tehát nagyon szépen kinőtte magát. A 252 fő az országos szinten is, én úgy gondolom, hogy az országos bajnokságok mögött, tehát szabadidős jellegű versenyként, az biztos, hogy az első háromban benne van, de lehet, hogy ennyi gyereket nem nagyon tudtak összehozni. Azt tudom, hogy most a tavaszi fesztivál még egy fantasztikus rendezvény volt, és nagyon-nagyon sokan játszottak. Volt egy kísérő rendezvény, egy gyerekrendezvény Budapesten, ott olyan körülbelül 90 fő indult a négy csoportban. Igaz, az 14 évig volt, ez a verseny, meg ugye még a 20 évesek is játszottak, de dominánsan nem ők voltak. Tehát a legkisebb óvodás csoportban is 15-en játszottak itt, ami egy fantasztikus létszám, és egy szenzációs dolog, és nagyon, nagyon szépen, ami óvodásokra nem annyira jellemző, mindenki végig tudta játszani a versenyt, senki nem lépett vissza. Imitamot eltört persze a Mécses egy vesztes parti után, de ez csak mindenki végig játszotta a versenyt. Ez természetes. Inkább az, hogy egy-két ember, ugye, aki elfárad, nincs hozzászokva ezekhez a versenyekhez, ugye hosszú ez. Elkezdődik délelőtt 10-től, és olyan 2-3 körül végeztek az óvodások, tehát nagyon sokáig kellett figyelniük, ugye sokaknak alvási időben volt ez a verseny, tehát én nekem ez mindenképp egy nagy meglepetés volt, hogy mindenki végigjátszotta az óvodások között, és azt hiszem talán, hogy a 10 évesek vagy a 12 évesek között valami eszméletlen van, 83 eszméletlen, hogy milyen sokan indultak, hát az, hogy egy csoportban, tehát a 9 és 10 évesek között ennyien összejöjjenek, hát ilyen még nem volt, erre még nem volt példa a megyében, úgyhogy ez egy gyönyörű maga az induló létszám, ugye országos verseny, ugye Budapestről is jöttek hozzánk, főként azért azt mondom, hogy a régióból, ez egy régiós verseny, természetesen ugye egy azt hiszem 60-70 jöttek Budapestről, tehát így országosra is vált egyben. Pécsből is jöttek. Azt meg kell nézni, arra most nem emlékszem. Minden esetre egy nagyon színvonalas, nagyon jó verseny, nagyon jól szervezett verseny, és ebből is látszik, hogy van utánpótlás, nagyon sok gyerek sakkozik. Az a feladatunk, hogy ebből a sok
ugye amatőr játékosból sikerüljön minél több játékos bevonni a versenyrendszerünkbe, tehát ahogy ne csak tehát szabadidős jellegű versenyen játszanak ezek a fiatalok, hanem egyre többen ilyen ugye, úgynevezett FIDE versenyen, tehát a Nemzetközi Sakkszövetség által elfogadott ugye, versenyeken is játszanak. És az az igazi, hogyha tényleg egyre több gyerek jön a sakkba be, tehát a versenysakkba, és ugye egy picit el tudunk mozdulni felfelé vagy előre, tehát a minőségi sakk terén is. Tehát azért kellenek ezek a szabadidős jellegű versenyek, és hogy ennyien indulnak, ez egy hihetetlen létszám. És ugye a tavalyi évben is 200 fölött volt bőven a létszám, ugye a megyében, Nagyhalászban is fantasztikus 200 körüli résztvevővel rendeznek verseny minden évben május környékén, és ugye van a Nyíregyházi Sakkiskolának is egy verseny, ahol ott is szintén rendszeresen 170 és 200 fő között szokott indulni. Tehát ez jelzi azt, hogy egyértelműen egység van a megyében, tehát mindenki azon van, hogy a gyerekeket bevonja a sakkversenybe. És ez meg is történik. Igen, és ez meg is történik. És úgy gondolom, hogy nagyon erős, kiváló játékosok is játszottak, jöttek el erre a versenyre. Tehát színvonalban is természetesen egy szabadidő jellegű, de olyan versenyzők is vannak, akik már országos bajnokságon nem csak részt vettek, hanem kifejezetten nagyon jól szerepeltek országos bajnokságon, és ugye akár még, tehát ugye érmesek is voltak ezen a versenyen. Én a 9-10 évesek között bíráskodtam, és úgy láttam, hogy az éltáblákon játszók rendkívül komoly versenysakkozóká válhatnak. Egy-két fiatal emberre, meg volt kislányra is, akire felfigyeltem, tehát például egy csokornyakkendős fiatal ember olyan biztos kézzel vezette a technikai jellegű állásokat, hogy öröm volt nézni, látszott rajta, hogy mestere van, aki tanítja, és olyan biztos kézzel sakkozott és intézte el az ellenfeleket, hogy abban a játékvezetésben nem volt szerencsefaktor. Tehát ha az egyszerű sakkozó, aki a szüleitől, nagyszüleitől tanult sakkozni, és sohasem versenyzett, az ilyen felnőtteket, akik kedvtelésből tudnak sakkozni, ez a 9 éves fiatalember halálbiztos kézzel tudná elintézni. Tehát voltak taktikusok, kombinatív játékosok, technicista stílusúak. Én azt hiszem, hogy abban a csoportban, ahol néztem a küzdelmet és bíráskodtam, megjegyezhettünk néhány nevet, amellyel fogunk még találkozni a közeli és távoli jövőben. Kik voltak a bajnokok egyébként ezen a nagyszerűen rendezett versenyen, ami azt hiszem, hogy minden elismerést megérdemel a rendező Bethlen Gábor általános iskola és gimnázium részéről, hiszen ilyen jól szervezett versenyt, ilyen nagyszerű körülményeket alig haláltunk még máshol. Kik voltak tehát a bajnokok? Hát gyakorlatilag ugye több iskola kiemelkedett, ugye itt a Piremon, ugye külön együtt játszottak a fiúk, lányok, ugye külön hirdettek bajnokokat, ugye én nekem az egyik legkiválóbb élvényem, ami engem a legjobban megfogott, az óvodásoknál volt egy testvérpár, Birovec testvérpár, Benedek és Ábel, akik gyakorlatilag 6-6 ponttal megnyerték a versenyt, azt hiszem másfél pont előnnyel, többiek előtt. Ugye egymás elleni partijukban győzött az egyik, és azzal előzte meg a testvérét. Tehát ők hihetetlen pozitív sakkal rukoltak elő, óvodásként, tehát így, én úgy gondolom iskolásokat meghazudtoló módon játszottak, és megérdemelten kerültek a ugye ott az élére, a mezőnynek az élére. Ugye a legkisebbeknél, a 8 éveseknél, ott nagyon sokszor változott az élmezőny. Tehát ugye ott azt kell tudni, hogy nagyon jó játékosok vannak a Bethlen Gábor iskolából, ugye Debrecenből, a Huszárgál iskolából 42 játékos jött, amiről azt kell tudni, hogy,
hogy ez egy hihetetlen létszám. Tehát egy iskola buszt megtöltenek gyerekekkel, eljönnek és sakkoznak egy egész napot. Tehát ez a... Én azt hiszem, ez nem véletlen, hiszen az iskola igazgató Donka Péter Fidemester, tehát az igazgató nem csak igazgat, hanem mellette sakktanár is, és igen, nagyszerű sakkoktató, és ez fémjelzi és eredezteti a debreceni Huszárkál iskolának a sakkozói színvonalát és létszámbeli dominanciáját. Én azt mondanám, hogy ugye amikor ott elkezdődött ez az egész sakkoktatás Debrecenben, akkor én ott segítettem nekik régiós sakkiskolát, tehát nagyon sok dologban beindultak akkor, ez egy több mint 10-15 évvel ezelőtt volt, és ugye utána indulva itt Nyíregyházán is ugye a Bethlen iskolába a sakkoktatás, tehát egy idézőben ők is hasonló módon építik fel a sakkot az iskolában, mint Debrecenben, csak ugye egy 5-10 évvel le vannak maradva, tehát később kezdték, de ott is ugyanazok a jegyek látszanak, ami Debrecenben van, itt a Bethlen iskolában, úgyhogy én úgy gondolom, hogy még egy pár év és hasonló szintre tudnak ők is. Létszámban ők is nagyon sok embert, 27-30 ember körül indítottak. Ugye, amit még mondanék, nem is itt inkább a bajnokok, hanem ugye Nagy Halász is több mint 30 fővel jön ezekre a versenyekre, tehát ott is nagyon régóta beindult. Ugye a gyerek sakk és szenzációs létszámmal indulnak. Máté Szalkán kifejezetten Gulyás tanár úr. Azt hiszem 3 éve kezdte a sakkoktatást. Máté Szalka, Gulácsról jönnek igen, Gulács, a gyerekek. És... Ugye a Széchenyi iskolában jönnek Máté Szalkáról, és fantasztikus, hogy már lány szinten, tehát megnyerik a diákolimpiát, országos döntőre mennek, most már immár másodszor, és nagyon erős, nagyon jó sakkot játszanak, főként a lány kategóriában. Tehát onnan is nagyon, ugye Gulácsról is jönnek, ugye Kisvárdáról nagyon sokan jöttek. Magyról, ugye Hajdúböszörményből, ugye a Baltazár Dezső általános iskolából. Tehát ugye itt a megyében is nagyon sokan, de ugye a régióból is eljönnek, mert egy nagyon jó szervezet, ahogy mondtad, fantasztikus a játéktér, tehát gyakorlatilag 300 ember kényelmesen elfér ebben a versenyteremben, úgyhogy adott a jövő, hogy ugye, hogy hova lehet eljutni, ugye esetleg még azt lehet, hogy nemzetközivé is tegyék ezt a versenyt. Biztos vagyok benne, hogy ez meg is fog történni, hogy 300 főt is el fogja érni a Bethlen Kupa létszáma az elkövetkezendő években, és nemzetközivé fog alakulni, hiszen vannak városi, testvérvárosi kapcsolatok, ismerettségek, és a megye sakkéletének egyik fényes versenyét jelentő Bethlen Kupa nemzetközi kitekintésűvé fog válni. Igen. Milyen partit hoztál a mai napra, nagymester? Hát én még mindig az ME2-es partikból válogattam, és ott az egyik parti az elég jól sikerült a Nyíregyházi sakkiskola játékosának, tehát ott a fiam játszott Varga Marcell, és egy nagyon jól vezetett partiban sikerült az ellenfelének az ellenállását megtörnie. Ezt szeretném most bemutatni. Én azt hiszem, hogy nem volt olyan nagyon komoly ellenállása, mert vadásznyelven szólva Marci fiad esélyt sem adott az ellenfelének. Tehát annyira meggyőző játékvezetéssel győzte le Venter Mátét, a Hajdúböszörmény ifjúsági sakkozás egyik reménységét, mintha csak Marci sakkozott volna, a másik, mintha csak statisztált volna a győzelméhez, de hát nézzük a partit. Tehát világossal volt Varga Marcell, sötéttel volt Venter Máté. Ugye világossal E4-jel kezdett Marci, huszár F6-tal folytatta fekete. Ugye ez egy mellékváltozat, úgy hívják, hogy Aljehin védelem. Ez is hasonló egy picit ugye a zárt szicíliaihoz, hogyha nem ismeri világos, nagyon gyorsan hátrányba kerülhet meglepő módon, de általában ez egy kis előnyt ad azért megnyitásban világosnak. E5-tel folytatta fehér, ugye megszerzi a centrumot, huszár D5, következett, amire C4-jel azonnal visszazavarja azt a huszár B6-ra, huszár B6 jött, és következett D4.
Tehát az Al-Jaheen védelemnek, ha jól tudom, de javíts ki kérlek, ha rosszul mondom, az alapeszméje az, hogy Sötét a huszár F6 lépéssel csalogatja a világos gyalogokat, térelőnyhöz juttatja világost. Ez azonban keserű kenyér is lehet, mert ugye kidolgozták már a módját annak, hogy az előre merészkedő világos gyalogok közötti összhangot megbontsák és felszámolják ezt az állást, tehát a térelőny hátrányá is válhat, hogyha Sötét jól kezeli. Ez egy ilyen hipermodern stílusú megnyitás, és ahogy mondtad, nagyon kell ismerni az elméletet, tehát a fontos változatokat világosnak, mert hamar széteshet az állása, ha nem jól kezeli. Ugyanakkor, mint csapatkapitánya a fiadnak, elmondhatom, hogy a te fiad már nagyon régóta megtanulta, hogy kell kihasználni a térelőnyös állást, tehát ha én Sötétnek lettem volna a partira felkészítője, nem tanácsoltam volna, hogy ilyen stabil térelőnyt adóállást engedjen világosnak. Játszottak ők már korábban egy ilyen partit, azt hiszem talán a Rapid országos bajnokságon, és ott egy ilyen lépésismétléses döntetlen alakult ki, és gondolom ebből indult ki fekete meg fehér is. Maga a változat amúgy érdekes, mert ahogy mondtad, nagyon gyorsan széteshet a centrum a fehérnek, hogyha nem figyel D6, tehát ugye a fekete egy picit átengedi a centrumot, ugye megnézzük, fehér csak a gyalogokkal lépett, tisztekkel még nem. És az az értelme, hogy azonnal ezt a centrumot megtámadja, viszont vannak olyan változatok, és valószínűleg az a legjobb, hogy nem kell ugye előre rohanni, akár F4-je, ugye úgy szokták mondani, hogy négy gyalogos változattal, hanem egész egyszerűen huszár F3, huszár C3, D6-ot ugye leütni, ahogy most látjuk is a partiban, és egy szolíd kis előny, ugye a térelőnyt próbálja meg fehér majd ugye még jobb, még nagyobb előnyé fokozni. Egyébként ugye korábban dr. Radics László partiját bemutatva tártad a nézők elé a Nimzovics rendszernek, az Al-Jaheen védelem Nimzovics rendszerének a rejtelmét, a huszár C3, tehát E4 huszár F6 huszár C3, tehát egy ilyen pozíciósabb stílusú kezelést, és akkor most pedig az Al-Jaheen védelemnek egy másik főrendszerét nézzük. Úgy gondolom ez az egyik legegyszerűbb, legjobb változat világossal, tehát következett D6, amit leütött fehér, elüti D6, ugye ezt lehet gyaloggal, meg akár vezérrel is ütni. A C-gyalog is, az E-gyalog az egy szolidabb álláshoz vezet, a C-gyalog ott elég jó támadást kap világos, vagyis hát idézőjelben, tehát ott megint nagyon ki van elemezve az a változat, és egyértelműen, tehát egy végjátékig jut az a változat, hogyha C-vel ütnek vissza, és az világosnak előnyös. Evel ütött vissza, ugye ami egyértelmű, én úgy gondolom, teljesen logikus jó lépés, huszár C3-mal folytatta fehér, huszár C6-tal fejlődött fekete. Futó E3-mal ugye kifejlődött világos, a D4 gyalogot védte, futó F5. Következett, amire futó D3-mal kiszedte ezt a világos futót, ez nagyon jó lépés volt, futó üti D3, következett vezér üti D3, futó E7-tel ugye kifejlődött fekete, B3-mal ugye a C4 gyalogot ugye megtámasztottuk, elsáncolt fekete, és huszár G2-vel folytatta. Ez érdekes, ugye az a terv esetleg, hogy huszár G3 F5, vagy huszár F4 H5 felől fog majd ez a huszár jönni. Tehát itt jobban áll, mint F3-on. Tehát sokkal nagyobb a játék lehetősége, plusz esetleg az F-gyalogot is majd meg tudjuk tolni. Itt még az elmélet útján járunk? Én úgy gondolom, hogy van ilyen, hogy a főváltozat-e, vagy nem, már ez már, én úgy gondolom, nem főváltozat, tehát ez egy mellékváltozat, de biztos, hogy volt már ilyen parti. Tehát volt már erre példa. Ugye azt kell tudni ezekről az állásokról, hogy Sötétnek nagy hátrány nincs, csak nehezebb a térhátránya miatt tervet kieszközölni, mint világosnak. Ugye világosnak könnyebb a terve, mert tehát ugye nagyobb a tere, könnyebben tud terveket készíteni, viszont ez nem mindig ugye tud nyerésig fokozódni. Tehát a térelőny azt a lehetőséget adja világosnak, hogy az előretolt gyalogszerkezet mögött a tisztekkel jobban tud manőverezni, és jobban tudja a támadáshoz szükséges összhangot megteremteni. Sötétnek pedig emiatt nehéz a megfelelő módon manőverezni a tisztekkel. Igen. Nehezebb egy picit, de hát persze nem lehetetlen. Természetesen. Bástya E8-al ugye nyílt vonalra rakta fekete a bástyát, elsáncolt világos, ugye a megnyitási szakasz ezzel lezárult a játszmának, vezér D7-tel ugye kirakta a vezért, amire bástya a D1 jött. Ugye egyértelműen majd
ott van ennek a Bástyának a helye, a másiknak meg esetleg az E-vonalon. Bástya a D8 jött, amire Bástya F1. Ez teljes mértékben ugye alapelveknek megfelelő, és itt most C5-tel fekete egy picit, vagy D5-tel, bocsánat, D5-tel ugye a centrumot megpróbálta megnyitni, és ugye feketén D4-en rögzíteni azt a gyalogot, de erre C5-tel ugye túltolta világos ezt a gyalogot. És jó itt most lett volna a csere? Nem. Tehát ez a jobb, vissza kell szorítani, még nagyobb térelőnybe jutunk, és esetleg még a vezérszárnyon is elindulhat fehér, tehát akár A3, B4, B5 tervel, még azt a C6 lovat is vissza tudjuk szorítani. Tehát az izolált gyalogos állásra, 5 D5, huszár D5, huszár D5 vezér D5-re, az izolált gyalog adta lehetőségeket nem nagyon lehet kihasználni. Igen. Itt egyértelműen vissza tehát kell szorítani. Tehát a C5 az várható, hogy jó lépés. Huszár C8 jött. Amire ugye A3, ugye a terv egész egyszerűen B4, hogy ott leszorítsuk még a vezérszárnyon is. Futó F6 következett, és ugye itt egy picit most, ugye ez az A3 kivétel huszár B4-et és huszár F4, a partiban huszár F4 jött, és ugye a D5 gyalog gyengült el nagyon feketével, és azt kell látni, hogy nem nagyon tudja megvédeni jól. Egyedül huszár E7 következett, amivel meg tudta védeni ezt a D5-gyalogot, erre viszont érkezett huszár H5, amivel ugye szétesett feketének a királya. Tehát meggyengült ez az F6 futó. Milyen jó lett volna, ha már G6-on áll a G7 gyalog, a futót vissza lehet vonni az A1 H8 átlón, így azonban nincs tovább támadás. Igen. A D4 gyalog ellen, sőt, a világos könnyű tisztek nagyon aktívvá válnak. Itt huszár G6 jött, szerintem ez hiba volt. Én úgy gondolom, hogy ehelyett a huszár G6 helyett a vezér F5-tel próbálkozott volna fekete, még akár a dupla gyalogot is felvállalva, ugye a végjátékban ott nagyobb esélyek lettek volna. Igaz, hogy ott a C7 gyalog gyengül el egy picit, de talán vezérek nélkül könnyebb lett volna védekezni, így nagyon egykapus lett tényleg ez a játék. Huszár üti F6, ugye egyértelmű, leütöttük azt a futót, G üti F6 következett, ugye mire futó H6-tal, ugye azonnal fekete mező gyengeségére próbál meg rátapintani. Tehát nagyon gyenge a sötét királyállás, és most már csak az alapsorra kellene behatolni, hogy konkrét mattot számoljuk. Igen. Huszár E7, a C-ről E7-re következett, ugye mivel hozta vissza ezt a lovat, amire vezér F3-mal ugye az F6 pontot támadta meg. Vezér C6, ugye ez megint azért nem tetszik ez a lépés, de jó, lehet, hogy jobb nincs. Mindenképp én talán még mindig azt mondanám, hogy vezér F5, tehát megvédi az F6-ot, de csak kint marad a játékból ez a vezér. Most vezér F5, huszár F5, hát nem is tudom. A futóval vissza kell jönni, ugye. Igen, de aztán nehéz lesz védeni a D4 gyalogot, tehát Bástya 8, hát nem. Hát nem, valószínűleg azért nem cserélnék, tehát vezér F5-re, tehát valószínűleg elmennék G3-ra azzal a vezérre, tehát nem cserélnék vezért, és támadnám a C7 gyalogot. Kevés maradna a pozíció előny, tehát hogyha megmentjük a támadó rakéta F3 vezért, akkor az jó lenne feketének, ha le tudná cserélni a vezéreket, ugye mert a gyengébb királyt vezérekkel tudjuk jobban kihasználni. Ha nincs vezér, ugye akkor végjáték felé megyünk, akkor az... Nincs olyan nagy jelentősége a gyenge királyállásnak. Igen. Tehát a sakkelvek azt mondják, hogy meg kell védeni, el kell vinni a csere elől a vezérünket. Igen. Hát most B4-jel ugye mindkét oldalon játszunk, ugye egész egyszerűen B5 fenyeget. Ismételtem, hogy az F6 gyalogot ne tudja megvédeni. A6 jött, amire Bástya E2, megint egy szolid, nagyon jó pozíciós lépés, el akarom foglalni a nyílt vonalat a bástyákkal. Következett B6, ugye valamit lépni kell, de igazából ugye megint ott játszik, ahol nincs játéka, Bástya DE1, amire ugye B5-tel túltolt. Tehát ugye megint nehéz tervet találni, és világos nagyon szépen építi fel az állását, ugye lassan elfogynak feketének a lépései, G3 jött, ugye egész egyszerű a terv, H4, H5, amire nem nagyon a védelem. Bástya D7 következett, amire H4, és nem tudott mit lépni, F5-öt lépte, és egy szép áldozat, ugye, de ezt is azért meg kell lépni, vezér üti F5-tel, ugye, ha visszaüti, akkor Bástya üti E8, majd Bástya üti E8, huszár F8, Bástya üti F8, mat. Tehát elnézés volt ez az F5 gyalogtolás reménytelen állás. Hát nehéz volt itt már jót lépni, tehát H5 után visszamegy a huszár, akkor meg vezér G4 fenyeget, tehát nem nagyon volt jó lépés már. Tehát egész egyszer anyagi egyenlőség volt, és annyira gyenge, meg annyira nem tud lépni, annyira be volt zárva a fekete állás, hogy egyszerűen
Tehát egyszerűen nem volt már jobb lépés. Tehát egyébként én azt hiszem, hogy lélektanilag ez egy esély Sötét számára, mert Világos itt már látja, hogy olyan erős felvonulása van, hogy mindenképpen nyerni fog, és ha már a megoldott szellemi feladat utáni kiengedés pszichológiai jelenségéhez érkezünk, akkor azt mondhatjuk, hogy akár el is nézheti. Igen. Akár el is nézheti, tehát hogy nem üti le, mert nem vesz észre, tehát igen, szerintem reális esély. Tehát biztos, hogy rossz lépés, objektíve, de hibázási faktort ad ezzel Világosnak. Hát Bástyával visszament még D8-ra Fekete, amire vezért G4 jött, ugye most már fenyegette ütni a vezért, F5 következett, Fekete, amire vezért G5, és király F7-re pedig H5-tel, gyakorlatilag H5 után Sötét feladta, kapitulált, gyakorlatilag elmegy a huszár, akkor ugye vezér G7 matt tisznyeréssel. Ha pedig nem, akkor üt G6, H7 üt G6. Hát ott minden, E7, Bástya üt E7. Ja Istenem. Tehát ez volt az, amikor ugye teljes elemeire hullott szét a Fekete állás, úgyhogy itt nem bírta tovább ez Fekete, és teljes jog alatt a fel. Igen. Én azt hiszem, hogy ha a fiad ilyen dinamikusan fejlődik, akkor néhány év múlva a családi bajnokságban talán ezüstérmes helyre szorulsz, ami azt hiszem nagyon szép volna nem csak neked, mint szülőnek, hanem a megyesak hát, életének is. Igen, igen, erre szoktam azt mondani, egyik szemem sír, másik nevet, de azért mind a kettő nevet nem most, tehát én is azt várom, hogy egyszer majd így legyőzzenek itt a megyében ezek a fiatalok, és nem csak a fiam, hanem tehát azok a fiatalok, akik sakra adják a fejüket, hogy a mestert majd legyőzik itt. Már nem is egyszer, hanem sokszor majd. Remélem tetszett a játszma elemzés. Tisztelt nézőink, köszönjük a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!